Szülői kezdeményezése indult el az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége emlékezett Tarnai Ottóné az Éfoly és Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyesületének jubileumi rendezvényén. A hölgy és férje indította el a szövetséget, illetve annak elődjét, a kisegítő iskolások szüleinek egyesületét. Nem mi a szakemberek indítottuk mi ezt el, hanem maguk a szülők. A szülőknek voltak olyan problémájuk, hogy szerettek volna a gyerekeik részére jobb ellátást, segítséget kapni, és ezért ők összefogtak, és tulajdonképpen itt a helyi Bárci iskolában lévő gyerekeknek a szülei indították ezt el. Csak ugye fölkértek bennünket, hogy segítsük őket nyilván. Na most nem is elsősorban nem én, hanem a férjem tartott. Na jó, aki akkor volt igazgató, meg dr. Fazekas Árpád volt az orvos, akkor ő volt az iskola gyermekorvosa, akik ennek az élére álltak, és fontosnak tartották, hogy segítsék őket. A KSH 2011-es népszámlálási adataiból kiderül, csak nem 500 000 élnek fogyatékossággal hazánkban, közülük közel 43 ezeren értelmi fogyatékosok, 46 ezeren pedig mentálisan sérültek. Friss, Szabolcs-Szatmár Bereg megyei adatok nincsenek, mert sokan nem fogadják el, nem jelentik gyermekük vagy családtagjuk fogyatékosságát. Ez mindenkinek a belső eldöntése is joga, hogy a gyermekét hova viszi fejlesztésre, vagy egyáltalán elfogadta azt, hogy sérült gyermeke van. Mi csak azt tudjuk, hogy nálunk szociális ellátásban és az oktatásban mennyi gyermeket látunk el. Tehát körülbelül 270-80 gyermeket látunk el oktatásban, és szociális ellátásban körülbelül 80 gyermeket. A fogyatékossággal élőket segíteni kell, a segítő szerveződések az Éfoész munkáját pedig elismerés illeti, mondta a jubileumi rendezvényen Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke. Lehet és kell is foglalkozni az értelmi fogyatékos emberekkel, mert nagyon fontos elemei tudnak lenni a közösségeknek, és én tapasztalatból mondom, hogy nem csak tudnak lenni, hanem azok is. Tehát ők is tevékenyek, ők is szeretnének teljes életet élni, és ebben nekünk egyetlen egy feladatunk van, az, hogy ebben segítséget nyújtsunk. A rendezvényen kiállították a Nekik nehezebb című rajzpályázat legjobbjait is. Egészséges és fogyatékossággal élők is rajzolhattak a tolerancia jegyében. Az ünnepségen résztvevőknek pedig a Bárci iskola növendékei kedveskedtek zenés-táncos előadással.